Mi a f***n vagy te, ne bánts virág, vagy micsoda? Elalszom az éneklésedtől, nem. Gyere, gyere, gyorsan, súg meg halkan! Figyelj, Danika, egy kis hangot adjál már zenére, mert az lehet jobban szenkeli. Hát a lányok is így énekelnek. Igen, de, de azért... Olyan kis finoman halkan. Figyelj, Cicuka, egyet jegyez. Nem tudod a szövegemet, a gyere, gyorsan. De jobb nézni. A ne, ha ideges tudom, is már. Tudom minden szövegedet, de így biztonságban érzem magam. Majd akkor mutatom neked, de nem jó, így nem lehet ilyenek, hogy közben lefelé nézel, ide bele kell raknod a szádat ebbe. Így, nincs a bébi, így. De várj, meg kapod a torkom. Gyere, gyorsan, súg meg halkan. Ide tehát nem izé, bébi, ide figyelj már, nem figyelek. Izé. Gyere, gyorsan, súg meg halkan. Nem így, majd én tartom neked, jó? De hadd fogjak valamit, mert... Fogjad a t***met akkor, hát ha jobb lesz. Na. Minden szövegét kívülről fújom Krisztiánnak, tényleg még az édesapja dalainak is tudom a szövegét, de ebben a szituációban egyszerűen még ha a nevemet kérdezték volna meg, az sem jutott volna szerintem eszembe. De hadd fogjam, jó? Jó, fogjad, de ne nézz, ha szád az ebben legyen itt benne, ide, jó? Jó. És szépen lágyan, van jó? Van egy pattanás az állapot. Már lapsz, az nagyon feldobott engem. Nem lehet úgy énekelni, hogy itt a mikrofon, és akkor közben így olvasom. Nyomjasson, jó? Csak aztán most már haladjunk, mert megy a lóvé.